Magyar segítségben bízik a marokkói vízügyi miniszter. A november végi budapesti vízügyi csúcstalálkozó előkészítése miatt érkezett most Magyarországra, és azt mondta, hogy mivel Marokkóban kevés a víz, és a globális felmelegedés komoly fejtörést okoz az országnak, ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a víz felhasználására és kezelésére. A magyar szakemberek pedig sokat segíthetnek Marokkóban ezen a területen. Szerződést írt alá Magyarország Marokkóval, amely keretet jelent és keretet biztosít a további együttműködésnek, és így már hivatalos formában is tudunk a vizekről, a vízről és a világ jövőjéről, a környezetvédelemről tárgyalni.